Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT vagyoni körébe tartozik. Ez utóbbi ingatlanok kapcsán a javaslat lefekteti a közös tulajdonosi joggyakorlás alapszabályait. A közös tulajdonosi joggyakorlás megteremtésén kívül a javaslat feloldja a nemzeti földalapról szóló törvény azon merev és szigorú szabályait, amelyek alapján kizárólag versenyeztetés útján lehet a nemzeti földalapba tartozó földrészleteket hasznosítani. Az életviszonyok alapján ugyanis indokolt, hogy a javaslatban meghatározott kiemelt célokból, illetve meghatározott jogalanyok részére a versenyeztetés mellőzésével létesítessen a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet jogügyleteket. Mindezek alapján ismételten szeretném elmondani, hogy a kormány támogatja a bizottság törvénymódosítási csomagját, és azt is szeretném elmondani, hogy mindez persze változatlanul elkerülhetetlenné teszi, hogy új törvény, új földtörvény is szülessen. Addig is azonban rendezni kell azokat a viszonyokat, amelyek meghatározzák a nemzeti földalapról szóló törvény és a földtörvény és a kapcsolódó törvények közti viszonyt, és egyértelművé teszik a jogalkalmazást. Kérem a tisztelt házat, hogy szintén támogassa a törvénymódosítási csomagot, és segítse, hogy ezek a változások életbe léphessenek. Köszönöm szépen! A gazdasági bizottság írásban nyújtotta be ajánlását, előadót nem állít, így most az előre bejelentett felszólalók jönnek. Elsőként Font Sándor képviselő úr, Gőgös Zoltán képviselő úr. Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt képviselőtársaim! Azzal szeretném kezdeni, hogy az időpont, és szerintem most már helyesen nagyon alkalmas arra, hogy egy nagyon mélyreható, részletes agrárfilozófiai vitát lefolytassunk. Ezt néhányszor megtettük, már ebbe az évben is, meg korábban is, különböző jogszabálymódosítások kapcsán. Én azt gondolom, hogy egy nagyon érzékeny ügy a földtörvény, tehát ezt láttuk. És én nem gondolom, hogy ilyen előkészítetlenül is ilyen hirtelen hozzá lehet ez nyúlni. Elmondtuk a tavaly őszi vitába is, hogy persze a kormánynak a mindenkori gazdaságpolitikája kialakításához joga van bizonyos saját gazdaságfilozófiai eszközöket alkalmazni. Eddig ezzel nem ment túl. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy például az elővásárlás és előhaszonbérleti sorrendet, pontosabban azt nem csak az elővásárlás és sorrendet az ősszel korrigálta, ezzel ugye mi nem értettünk egyet, de azt hiszem, hogy ez belefér még egy új filozófiába. Viszont én azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat azért roppant veszélyes, mert nem gondolom, hogy az jó megoldás, hogy egy hivatalnak olyan jogosítványokat adunk, hogy törvények fölött állónak tekintesse magát. Talán egy kicsit a szándék is őszintébb lenne, hogyha a közelmúltban nem történt volna Kabán egy bérbeadási akció, ahol gyakorlatilag ennek az ügynek a leképezését láttuk. Ugyanis egyértelműen látszik, és hát nyilván ezt majd bizonyos vizsgálatok ki fogják deríteni, hogy az a tranzakció, az a jelenleg hatályos földtörvény szabályainak nem felelt meg. És azt se értjük, hogy miért volt arra szükség, hogy az állam 21 millió forint mezei leltárt fizessen, csak azért, hogy mások kapjanak viszonylag rövid időre egy megbízási szerződéssel föld használati jogot. Ez egy, majd nyilván rá kell gondolkodni, hogy ez kinek érte meg, miért érte meg, és a legnagyobb probléma az, hogy itt elhangzott a, és a törvényjavaslatban is nyilván a filozófiából következik a családi gazdaságok segítése és a fiatalok segítése, de azt látjuk, hogy ott nem ez történt, hanem ahelyett, hogy a előkészített helyi termelő kiválasztásával megalapozott döntés politikai okokból át lett írva, és olyan parancsot kapott az NFA, hogy nem azokkal kell megkötni a haszonbérleti szerződést, akik egyébként helyben laktak, és mondjuk 50 hektáros darabokra 20-an jelentkeztek, hanem hát hangfelvételek igazolják, hogy bizonyos politikai köröknek volt szüksége, és nem 50 hektárra, hanem több száz hektáros földterületre. Én azt hiszem, hogy ha ez a törvényjavaslat így elfogadásra kerül, akkor ez a gyakorlat, ez gyakorlatilag kikerül, vagy legalizálódik,
és az NFA a jövőben azt csinál, amit akar. Na most ez nem lenne szerencsés. Ugyanis az NFA az nyilván a minisztérium irányítása alatt van, aminek politikai vezetése van, és a nagyon nehéz lesz ellenállni politikai nyomásnak, én azt tudom a saját praxisomból is néha, hogyha nem világosak a törvényi keretek. Ebben a jogszabályváltozásban nem világosak a törvényi keretek, hiszen olyan jogosítvány kap az NFA, amivel gyakorlatilag a mostani szabályok az állami földeknél nyilván kikerülnének az egyébként tavaly módosított föltörvény és már az új kormány által fölállított filozófiai sorrend alól. Ez ugyanúgy sújtaná a helyben lakó családi gazdaságokat is, sújthatná, ha amennyiben nem ők a kedvezettjei bizonyos politikai döntéseknek. Tehát én ezt azért nagyon veszélyesnek tartom, és semmiképpen nem tartom támogathatónak. Ez az egyik baja. A másik az, hogy az állam tulajdonos társak közé belépve az osztatlanba is megpróbál, ami már nyilván nem állami terület, hanem magánterületek, bizonyos előjogokat nem az állam, hanem az NFA, vagy az nem ugyanaz, szerezni. Én megmondom őszintén, ezt azért tartom kevésbé veszélyesnek a mai pillanatban, mert nincs rá pénz, hogy a nagyon bevásárolgasson, hiszen az 1 milliárd forint, amit erre szántak, az eleve nevetségesen kevés. Nem jár rá, hanem általában állami földvásárlásra. Az most 200 millióval még csökkentve lett, tehát innentől kezdve egy jelképes történetnek tűnhet, de a lehetősége megvan. Én azt gondolom, hogy ehelyett az osztatlannál mindenképpen azt a technikát kell folytatni, hogyha továbbra is kiskapuk vannak, ahol televízióért, meg azért lehetett régebben ilyen csereberéget csinálni, hogy ezt ki kell zárni, és be kell csukni a kiskaput, ha van ilyen. Egyébként több érdekképviselet jelezte, hogy bizonyos ügyek most is felmerültek, aminek a kezelését majd föltörvényileg rendezni kell. Hozzáteszem, eléggé kényes alkotmányosan, hogy a magántulajdonban milyen módon is, hogy lehet beavatkozni. Ez a része valószínű, hogy alkotmányos problémákat is fölvethet, és nem is látjuk értelmét, mert azért csak az lenne a cél, hogy az osztatlan közösségen belül lehetőleg a belső tulajdonos társak próbáljanak megegyezni és normális birtoktesteket létrehozni. Én azt mondom, hogy nyilván, ami leállt, szinte teljesen folytatni kellene ezen a területeken a kimérési gyakorlatot is. Természetesen első körben azoknak, akik valóban használják a földet, és nem csak azért akarják kiméretni, hogy karó legyen a végén, az utána, amit majd ki is vesznek, mert útban van egyébként a művelésnek. Tehát én úgy gondolom, hogy ezekre kellene ebbe a javaslatba, ezt meg kellene próbálni kezelni, és ehhez biztos, hogy partnerek lennénk mi is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy abszolút bizonytalan helyzetet teremtene, és azért azzal meg vitatkoznék, hogy a falu életében mondjuk ki játszik nagyobb szerepet, ezt nem akarom fölnyitni, ezt a társasvállalkozás családi gazdaság vitát, de a polgármestereket meg kell kérdezni, hogy hány családi gazdálkodó segíti mondjuk a falusi rendezvényeket. Én nem tudok erre példát mondani. Nincs ilyen. A társas vállalkozások meg valahol jobban kötelességnek érzik, ilyen sokkal több embert foglalkoztatnak, jobban benn vannak a falu életében, tehát ez nem indok, én úgy gondolom, hogy ezért legyen más típusú átrendezés. Ráadásul én azt gondolom, hogy egy ilyen korrekció, és hogy ezzel visszaélés van, és nem a, mondjuk annak a célnak vetik alá ezt a szabályozást, hogy például az állattartókat kifejezetten előtérbe kell helyezni, hiszen ez közös cél, hogy az állatállomány megmaradjon, vagy inkább növekedjen, akkor ebből lehetnek olyan esetek, hogy állami földbérlőknél is, hogy bizonyos korábbi beruházások válnak okafogyottá, és egyszerűen nem lesz, aki fizesse majd annak a hiteleit, csak azért, mert mondjuk olyan körbe tartoznak, olyan körbe vannak besorolva, akik mondjuk kevésbé szimpatikusak a jelenlegi kormányzat számára. Tehát ez egy alapvető jogbizonytalanságot teremthet a földhasználatokán. Én azzal egyetértek, hogyha léteznek ilyen bérleti szerződések, biztos, hogy léteznek. Tudom, hogy elég nagy a rendetlenség a földalap körül, sajnos ebben az egy évben nem sikerült ezt megoldani. Én azt is tudom, hogy ősztől rövid is volt az idő, hiszen bizonyos jogszabályok később jelentek meg, amik a megyei szinteket szabályozták. De ott kellene kezdeni. Ha van ilyen szerződés, polgári törvénykönyv jelenlegi szabály alapján bármikor értéktalanság miatt megtámadható. Tehát én ezt emiatt nem tartom, semmi indokát nem látom, hogy már van ilyen eset, meg lehet ilyen példát mondani, akkor ezt meg lehessen tenni. Azt is tudom, hogy persze lehet kivételes szabályokat hozni, lehet 50 éves földbérletet adni,
lehet egy nagyon minimális díjra szerződni és csak egy infláció követő bérleti díjakat bevezetni. Hozzáteszem, annak idején mi elmentünk ezekkel az ügyekkel a legfelsőbb bíróságig. Hozzá nem ilyen értékaránytalanság volt, hanem azért lennék kisebb, itt nem 500 meg 500 forintos éves hektáronkénti bérleti díjról volt szó, de arra lényegesen alacsonyabbról a 12 ági esetében, de így tudom, hogy mondják a képviselőtársak majd, hogy egyébként 100 meg egy más körbe lett, annak idején vagy spontán privatizációval, vagy egyéb módon értékesítve, de azért arra fölhívnám a figyelmet, hogy a legutolsó gyakorlat az volt, hogyha valaki állami földet akar bérelni, és lejárt a szerződése, meg kellett vásárolni a bérleti jogát. Tehát magyarul az államnak eleve lett egy bevétele csak a bérleti jogok eladásából, amivel nem szerzett más, mint mondjuk 20 évig ki lehetett terjeszteni a jogot, mert 20 éves használat az már azért elég stabil hátteret biztosít ahhoz, hogy megfelelő termelésbiztonság legyen, még egyszer hangsúlyozom, különösen az állattartók esetében. Tehát én abból is látom egyébként, hogy a szabályozással vannak kormánypárti oldalon is problémák, hiszen adtak be kormánypárti képviselő módosító javaslatot. Megmondom őszintén, mi nem adtunk be, mert ez magában nem igaz a szabályozás. Tehát ezt én úgy gondolom módosítókkal így toldozni, foldozni nem nagyon érdemes. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben meg tudnánk biztosan egyezni, hiszen az a cél, hogy a termőföld alapvetően magyar tulajdonosok kezén maradjon, és azért szükül az időnk is, azt is látjuk. Én szerintem ezek a mostani lépések ezek nem garanciák arra, hogy mondjuk 2014 után ne lehessen más kezelésbe adni bizonyos földterületeket. Én azt nem tudom, hogy például a jogi személy kategóriában miért más egy egyházi jogi személy, főleg akkor, hogyha gazdasági tevékenységet végez. Ezzel a módosítással kinyitjuk a jogi személyek irányába a tulajdonlás lehetőségét, hiszen nem csak bérletről van szó, hanem tulajdonlásról, és ez egy új ötlet, lehet, hogy van-e mögött logika, csak én azt nem tudom, hogy mitől jobb tulajdonos mondjuk egy egyház, mint mondjuk egy állattartással foglalkozó, egyébként tisztán magyar tulajdonú jogi személyiségű társaság. Tehát én azt kérem az előteresztőktől, hogy ezt fontolják meg ennek a törvénynek a visszavonását, és valami más alapú, és nem a lenefált mindenféle törvények fölé helyező megoldással próbálkozzanak, mert nem szeretnénk újabb és újabb kabai ügyekkel találkozni, már pedig én tudom, hogy a különböző hivatalok azok, főleg ha ilyen jogosítványt kapnak, szeretnek még azokon is megpróbálnak túlterjeszkedni. Én azt a módszert javaslom, hogy ha van osztatlan közösben további kiskapu, azt próbáljuk becsukni. Nem szól a törvényjavaslat arról, hogy az öröklés szabályait változtatni kell, meggyőződésem, hogy kulcskérdés az osztatlan ügybe, tehát hogy ne lehessen tovább aprózni ezeket a birtokokat. Nagyon régi téma, itt lenne rá az alkalom, hogy ezt kezeljük. Tehát mi ebben a formában biztosan nem támogatjuk ezt a törvényjavaslatot, és azt kérjük, hogy fontolják meg, főleg, amit mondom, a kormánypárti oldalról beadott módosító javaslatok, és abban az irányba mennek, hogy bizony, itt nem csak a úgymond nem szeretett nagyüzemi kör, ami nem is létezik Magyarországon, hiszen van 10 darab európai szinten nagyüzeminek számító cég, az összes többi kis és középvállalkozás, és azt nem értem, hogy hogy fér bele a kormányzati olyan filozófiába, ami egyértelműen kormányprogram szintjére emelte a KKV-k támogatását. Most miért nem KKV-nak minősül mondjuk egy 1000 hektárt művelő és mondjuk 50 vagy 60 ember foglalkoztató maximum 1 milliárd forint árbevételű kis és középvállalkozás? Ha már földművelésről van szó, akkor nem jó, egyébként meg szeretjük a KKV-kat. Tehát ilyen különbséget nem kellene tenni, mert a vidéki létben továbbra is azért a hivatalosan elérhető, ellenőrizhető foglalkoztatók ők. Ők fogják majd befizetni a büntető adókat, mert őket tudják követni. Akik félhivatalosan vagy nem hivatalosan működnek, azok viszont ilyeneket nem fognak befizetni. És hát a másik, hogy mielőtt bármilyen filozófiai váltás történne a családi alapú gazdálkodásra, a családi gazdaságok jogi státuszát rendezni kell. Ugyanis az most nincs rendben. A családi gazdaság most abból áll, hogy van 6 őstermelő, akik nevezik magukat családi gazdálkodásnak, és mondjuk ugyanarról a tábláról beviszik a szállítóba a 6 szállító jeggyel annak a táblának a termését, 6x8, 48, 50 millió forintig gyakorlatilag nem fizetnek semmit. Ez nem normális. Tehát ezt a kérdést kezelni kell, hogy valamilyen közös státuszt vagy jogi státuszt adni kell nekik, vagy azt kell csinálni, mint a franciák, hogy igenis mindenkinek vállalkozóvá kellett válnia,
Tehát nem lehet ilyen lebegő módszert őstermelő mondjuk 200 hektáros gabonatermesztésbe. Tehát ezeket a kérdéseket szerintem kezelni kell, mert egyébként ez azt a, egyébként szerintem alapjaiban helyes irányt is torzítja, hogy valahol, ha európai modelleket nézünk, nyilván ez az egyik út, de Európa se gátolja a nagyobb birtok és nagyobb termelési egységek létrehozását, amik nálunk részben megvannak, ha megmaradnak, ezt nem tudjuk, mert most elég csak az előző vitánál mondtam el, hogy mennyiféle adó sújtja őket most hirtelen, amit senki más nem fog befizetni, csak ők. Mert az összes többi agrár szereplő, vagy azért, mert eleve feketén csinálja, vagy azért, mert meg tudja oldani, hogy ne keletkezzen neki hivatalos bevétele, és nem feketén csinálja, hanem a jelenlegi törvényszabályok között, ami természetesen lehet mondani, hogy etikátlan, de nem törvénytelen, hogy ezekkel valamit kezdeni kell, és én szerintem ebbe az irányba kell elmozdulni, és utána lehetne esetleg a ilyen típusú birtokpolitikával élni. Tehát én nem javasolnám továbbra se, hogy az NFA az állam legyen az államba. Van ilyen hivatalunk már, kicsit az MVH, amit külön törvény szabályoz, és nem igazán vonatkozik rá se a kett semmi. Ez a mi bűnünk is, én ezt pontosan tudom. Nem tudtuk ezt keresztül vinni, hogy ne így legyen. Van egy nemes feladat, itt is van egy nemes feladat, de ez a cél, ami, vagy ez az irány, amit meghatározva van, ez nem jó. Köszönöm szépen a figyelmet. Györfi Balázs képviselő úr, következik Fidesz. Elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés, akkor a nemes feladatok közül egy napirenden van, és akkor ezzel a törvénytervezettel kapcsolatban egy-két pontot én is kiemelnék, több területet is megpróbál szabályozni ez a beadott törvény. Ezek közül vennék sorra egy-nehányat. Feltétlen fontosnak tartom azt, hogy a NFA és a vagyonkezelő közötti nem igazán rendezett viszonyt sikerült alárendezni. Ez azért is egy fontos része ennek, mert amennyiben valóban azt szeretnénk, hogy a földalapkezelőnél legyen egy olyan vagyonkataszter, ami valóban naprakész és pontos, akkor ezeket az átfedéseket azért feltétlenül tisztázni kellene. Tehát ez egy nagyon fontos része. A vagyonkataszter kapcsán, ugye ami magába foglalja azokat az állami területeket, amik az NFA gondozásában vannak. Szintén egy fontos része ugye az elbirtoklásnak a tilalma. Ugyanis éppen az állami kataszternek a hiánya okozza azt, hogy nagyon komoly állami területek vannak, igazából teljesen nyomon követhetetlen használatban, ami aztán magával hordozza azt a lehetőségét és annak a veszélyét, hogy amennyiben ezt nem kellő időben orvosoljuk, adott esetben ez egy legalizált birtokszerzés is lehet, és ez egy komoly veszély, ami azt gondolnám viszont az előző kormányzati ciklusnak a bűne, és ez a mi örökségünk, és ez is egy komoly feladat, hogy egy ilyen rendezetlen birtokviszony az, amit megörököltünk. És feltétlenül fontos itt, aláhúznám én is, amit államtitkár úr mondott, hogy földtörvény módosítás, egy új földtörvényre mindenképpen szükség van, ami meggyőződésem, hogy egy sarkalatos törvény kell, hogy legyen, ami teljes komplexitásában képes lesz majd ezeket a problémákat kezelni. Örvendetes, hogy az ajándékozás jogkörében a gazdaság átadás egy megfelelő szintre került, tehát itt már lehetőség van az ilyen jellegű tulajdonos cserére is. Itt azért lehet, hogy egy kicsit szigorítani kellene olyan formában, hogy kiköthetnénk adott esetben, így közösen gondolkodva mondom ezeket, hogy életvitelszerűen és hosszú távon gazdálkodni szándékozók kaphassák ezt meg. Tehát ez egy nagyon fontos dolga lenne ennek a törvénynek. A következő, amiről mondanék néhány gondolatot, itt az elővásárlási jog megváltoztatása az osztatlan közösök tekintetében. Gőgös képviselőtársam utalt már arra, hogy itt voltak már lépések. Ugye mindenki emlékszik, különösen a Dél-Dunántúron megjelent ez a Színes Tévér Aranykorona program, és hát itt ugye a csere beszűkítése kapcsán ez a probléma orvosolva lett. Abból a szempontból igen, hogy többet ilyet már nem lehet csinálni, de hát a mostani helyzet azonban az, hogy ezek a csereszerződések nyilván
az aktuális törvénymódosítás hatályba lépése előtt voltak, tehát ezek léteznek. Tehát itt ezekkel valamit kezdeni kell, és mindenképpen az volna jó, hogy ezeket az egy aranykoronás tulajdonosoknak, akik egyébként jellemzően nagy tőkerővel rendelkeznek, és nyilvánvalóan azért lépték meg ezeket a lépéseket, hogy nagyobb területeket szerezzenek, kihasználva az osztatlan közös adta lehetőségeket. Itt ugye első helyen szerepel az állam elővásárlási jog tekintetében. Itt azért egy dologra felhívnám figyelmet, ha jól értelmeztem, akkor 15 napja lesz az államnak, hogy ezzel a lehetőséggel éljen. Itt vannak fenntartásaim, hogy ez valóban kivitelezhető-e, és amennyiben az állam ezzel nem él, akkor viszont visszaáll az eredeti helyzet, tehát érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a helyi termelőknek, helyi családi gazdálkodóknak is adjunk egy lehetőséget, nyilván elsősorban azoknak, akik egyébként valóban tulajdonosok is az adott osztatlan közösben, hogy ők a helyi státuszuknál fogva mindenképpen élvezzenek előnyt e tekintetben. És különösen kihegyezném ezt a dolgot arra, hogy ez is egy lehetőség lenne arra, hogy a fiataloknak földet biztosítsunk. És mindenképpen a fiataloknak és mindenképpen a családi gazdálkodásoknak. Az én fatornyos kis falomnak az egy harmadát egy nagy vállalat műveli. Én még egy falunapon sem találkoztam se velük, se a felajánlásukkal. Míg a helyi gazdák azért elég aktívan részt vesznek a helyi közösségből, úgyhogy e tekintetben vitatkoznék Gőgös képviselőtársammal. Biztos, hogy lehet kontrapéldával is előállni ezzel, ezt nem vitatom, mert elég széles palettán mozognak ezek a történések. A következő dolog, amiről szeretnék néhány szót mondani, a Nemzeti Földalap által kezelt területeknél megszűnik az elővásárlási és az előhaszonbérleti jog. Ennek azon egyszerű prózai oka van az én meglátásom szerint, hogy azt a helyzetet, ami ilyen pillanatban van, valahogyan orvosolni kell, ebből ki kell kecmeregni, és azok a baráti csoportok, akik lehetőséget kaptak, sok esetben eléggé torz, számukra természetesen kedvező formában az állami földek használatára, tehát az ő helyzetüket bebetonozni semmiképpen nem javasolt, és a további pátyolgatásuk sem hiszem, hogy a közösség érdekét szolgálná. Azonban számomra kérdéses az, hogy egy árveréses helyzetben miért marad meg az előhaszonbérleti, elővásárlási jog, mivel az én meglátásom szerint pont az árverés az, aminél kiígér többet rendszerben, talán ez könnyen kezelhető lenne. Ami fontos, hogy a ZNFA ezáltal meglehetősen komoly úgymond szabad területeket szerezhet, aminek a felhasználása hát nagy lehetőségeket rejt magában. Azt azonban mindenképpen le kell szögezni, hogy itt nagyon pontosan és szigorúan kellene szabályozni, hogy mik azok a birtokpolitikai irányelvek, amik alapján ezek a földek felhasználásra kerülnek, és mindenképpen egy átlátható és a helyi érdekek mentén elinduló birtokpolitikát kellene folytatni. Még egy észrevételem volna, ez már egy újabb pont lenne azok közül, amiket ide magamnak felírtam. A vagyonértéki jogok az NFA-hoz kerülnek, ami egyébként azt gondolom, hogy helyes, azonban az én értelmezésem szerint lehetőséget ad arra, hogy a földtől elválasztott hasznosítás is megtörténjen. Ez szélsőséges esetben nem gondolnám, hogy ez lenne a cél, de azt is eredményezheti, hogy mondjuk a területlapú támogatás, mint vagyoni értékű jog, tehát egy más kategória akár elváljon a földtől is, bár remélem ilyenre nem lesz példa, és ezt a vélemény szerinti szabályozatlan területet ezt nem fogja senki kihasználni. Esett szó arról, hogy vagyonkezelési szerződések megkötésére kap az NFA lehetőséget, amit nagyon jó ötletnek tartok, és itt viszont bátorítanám magunkat, hogy ezt akár gondoljuk tovább, és például önkormányzatok vagy egyházak esetében is ezt szerintem nyugodtan
megtehetné az NFA. És ami nagyon fontos, és fontképviselőtársam a bevezetőben említette is, hogy a volt haszonbérlő fogalma az egy meglehetősen szabályozatlan terület volt, most valóban egy exakt kategória lesz, hogy ki a haszonbérlő. Van volt haszonbérlő, aki adott esetben olyan is lehet, hogy egy évig bérelte a 90-es években mondjuk a területet, és most valóban joggal mondhatja azt, hogy ő egy volt haszonbérlő, és benyújtja azokat az igényeket, amiket az én meglátásom szerint, és hogy a törvény szelleme is így gondolkodik, már nem illeti meg őket. Ez a törvény tehát elég sok és érdemi ponton nyúl bele a földhasználat, illetve a földpiacnak a maregnáló rendszerébe, ami üdvözlendő, de ez egy nagyon érzékeny terület, és ezért is bátorkodtam néhány észrevételt tenni ezzel kapcsolatban, és ezeket megosztani önökkel. Köszönöm szépen a figyelmet. Szabó Rebeka képviselőasszony következik, LMP, frissen, üdén. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Azt hiszem, csak röviden néhány pontra fogok kitérni a törvényjavaslat kapcsán. Azzal kezdeném, hogy alapvetően támogatjuk ennek a törvénymódosító csomagnak a céljait. Azt gondoljuk, hogy azok a célok, amelyeket megfogalmaznak, rendezni az állami földek haszonbérletét, és támogatni a családi gazdaságokat, az ő megerősítésüket szolgáló földbirtokpolitikát előtérbe helyezni, megkönnyíteni a gazdaságátadást, illetve megerősíteni az állam elővásárlási jogát bizonyos esetekben, és bezárni bizonyos kiskapukat, ez mindenképpen egy támogatandó cél. Ugyanakkor ezért természetesen vannak pontok, amelyeket kritizálunk. Elsősorban megjegyezném azt, hogy ugye az NFA-ról szóló törvény 2010 nyarán alkották meg, és ez meglehetősen egy rohamunkában megalkotott törvény volt, mint tulajdonképpen az utóbbi időben számos törvény született meg, így ugye most is meglehetősen későn nyújtották ezt be, és hát egy ilyen kora hajnali órán tárgyaljuk, és nem is biztos, hogy minden részletre ki tud terjedni a figyelmünk, akár nekünk, akár az előterjesztőknek. Tehát tulajdonképpen ezt a törvényt, amit tavaly hoztak létre, ezt módosítjuk már most, mert úgy tűnik, hogy azért néhány dolgot elfelejtettek figyelembe venni. Itt szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a széleskörű szakmai és társadalmi vita az nem csak demokratikus, hanem gyakran olcsóbb is és egyszerűbb is, mert egészen egyszerűen sokkal jobb minőségű törvényeket hozhatunk létre, és akkor a tisztviselők is hatékonyabban tudnak dolgozni, hogyha nincsenek a törvényben lyukak vagy kiskapuk. Ugye például láthatjuk azt, amire ugye a 8. paragrafusban utal a törvény, hogy az MNV ZRT-től a vagyonátvétel még nem fejeződött be teljesen. Persze lehet rá mondani, hogy rövid volt az idő, de ennek részben azt gondoljuk, hogy az is lehet az oka, hogy az MNV ZRT sem tudta pontosan, hogy milyen van. És például eddig ugye nem volt tisztázva, amire most a módosítás irányul, hogy mi van akkor, hogyha egy terület vegyes művelési ágú, vagyis mondjuk adott egy mezőgazdasági ingatlan, és van rajta egy felépítmény, ezt nehéz volt eldönteni, hogy kihez tartozik a földrészlet, és hogy elsődleges rendeltetés szerint adott esetben most kimondja ez a módosítás, hogy melyikhez fog tartozni. Ugyanakkor a mostani módosítás sem határozza meg egyértelműen, hogy az NFA vagy az MNV ZRT fogja megállapítani az elsődleges rendeltetését ennek a területnek, tehát ezt így még továbbra is problémásnak érezzük. Igen, és például létezik olyan terület, mondjuk egy halastó, amin van egy gát vagy zsilip, mint felépítmény. Mi azt gondoljuk, hogy ez annyira összetartozik például a halastóval, hogy így logikus volna, hogy az NFA határozza meg, hogy mi lesz a terület sorsa, és ne kelljen egyáltalán a nemzeti vagyonkezelővel egyeztetni ennek a területnek a hasznosításáról. Mert pláne amikor ugye benne van a törvényben, a 4. bekezdésben, a 8. paragrafusban, hogy az ingatlanok hasznosításának fő célkitűzéseiről és előnyéről is egyeztetni kell az MNV ZRT-vel, azt gondoljuk, hogy ez problémás lehet, mert hogy adott esetben az MNV ZRT és az NFA fő céljai eltérhetnek. Tehát jó volna ezt inkább egyértelműen meghatározni, hogy akkor melyik felelős az adott területért. Itt megjegyeznénk, a 14. paragrafusban szó van a Natura 2000
területek, illetve a védett területek bérbeadásáról, vagy ingyenes tulajdonbeadásáról. És itt úgy hangzik a törvényszövege, hogy a természetvédelmet felügyelő miniszter jóváhagyása kell hozzá. Persze a jelenlegi kormányzati struktúrában ugyanaz a hasznosító ugye a mezőgazdaságért felelős miniszter és a természetvédelmet felügyelő miniszter, mert ez ugyanaz a személy. Itt azért felmerül bennünk az a kérdés, hogy melyik, vajon a döntésben éppen melyik államtitkár lesz a meghatározó, aki inkább mezőgazdasággal, vagy inkább a környezetvédelemmel foglalkozik. Minden esetre ez is okozhat némi problémákat a prioritások meghatározása során. Azt gondoljuk, és ezt itt előttem több képviselő is említette, hogy az oszthatlan közös tulajdonok rendezésében is vannak problémák. Sok olyat hallani, hogy ugye számos, tudjuk, hogy ez nagy probléma, számos oszthatlan közös tulajdonban lévő terület van, és adott esetben a tulajdonosok elhalálozásával és az örökléssel még a tulajdonosok száma tovább tud szaporodni. Olyan is van, hogy tulajdonképpen annyira